két fantasztikus balettművész foglalt itt helyet velünk szembe, Földi Lea. Jó reggelt kívánok, és Löblan Gergely, jó reggelt. Jó reggelt. És ugye hát a beszélgetésünk apropója például nem más, mint hogy egy előadásra készültök, ugye egy bemutatóra készültök. Igen. Most azt nem néztem meg ennek a dátumát, ez is most hétvégén van? November 15-én. November 15, az volt bemutató. Tegnap volt, igen. És ez egész pontosan a téma és variációk, illetve az etüdök. Mindegyik több szereposztás, és egy-egyben játszatok. Igen, igen. A műpában. Tegnap a Gergőnek volt premierje, ma meg nekem lesz a Balanchine Balettban, a téma és variációkban. Ez egy elég nehéz balett. Először, amikor megtudtam, hogy megkaptam a szerepet, eufórikus örömet éreztem, és hálát a mestereimnek, hogy megkaptam ezt a szerepet. Ez kb. Egy percig tartott, aztán lesokkolódtam, hogy úristen, hogy fogom én ezt eltáncolni. De hát fantasztikus élmény, technikai fejlődés, és ez egy más stílus. Ugye a Balanchine amerikai sokkal gyorsabb, lenthangsúlyos, erős lábtechnikát igényel, mint amit mindnap végzünk az operaházban. Erre hívtak egy betanító mestert, John Clifford, nagyon amerikai, nagyon kedves, nagyon őszinte, nyitott balettmester volt, aki gyakorlatokat is tanított nekünk, és ez még megkönnyítette a felkészülést. Ilyenkor csak azért, hogy egy néző is ezt el tudja képzelni, ez hány órás gyakorlás próbát vesz ilyenkor igénybe, amire úgy álltok színpadra, hogy tudok, azt mondjátok, hogy kész vagytok. Hát ugye a napjaink egy balettórával kezdődnek, gyakorlat, bemelegítés, amivel felkészülünk a próbákra, és a próbáink most viszonylag rövidek voltak az átlaghoz képest, 2-3 órásak voltak a próbák. Az a rövid. Igen, amikor egy új darabra készülünk, akkor ugye az nem ritka, hogy 4 órás vagy akár annál több órás próbáink is vannak, és akkor általában beköltözünk a színházba, mert akkor nagyon sokszor este 9-ig tartanak ezek a gyakorlatok és ezek a próbák. És hogy sikerült a premier? Én úgy gondolom, nagyon jól sikerült, nagyon jól teljesített a csapat. Nagyon fáradtak voltunk már a végére, mert az elmúlt pár nap az gyakorlatilag reggeltől estig próbákkal zajlott. De úgy gondolom, hogy végeredményben egy jó terméket hoztunk létre, és egy sikeres dolog lett belőle. Ezeket a darabokat milyen gyakran láthatja majd a közönség? Ezt az összeállítást most, ha jól tudom, 6-szor játsszuk a műpában, és ha minden jól megy, akkor jövőre játsszuk ismételten. Na, ilyenkor mi van benned? Mi van egy táncosnak a fejében, egy balettművésznek a fejében, amikor tudja, hogy este színpadra kell állnia, és akkor bemutató lesz? Én azon csodálkozom egyáltalán, hogy itt vagy. Nem, hát nagyon örülök a meghívásnak. Igazság szerint én most meglepően nyugodt vagyok. Tehát szerintem a nagy stresszen és izgalmakon már túl vagyok. Most egyszerűen csak megpróbálok meggyőződni arról, hogy ez jó lesz, rendben lesz. Én tudom, hogy a mestereim hisznek bennem, én is megpróbálok hinni magamban, és hát remékedem a sikerben. Ilyenkor persze nyilván megnyugtat egy táncos, nem, hogy nem egyedül van a színpadon, hanem sokan vannak mellette. Hát igen, és ugyanakkor nagy felelősség is, hiszen ez történetesen nekem az első klasszikus balett szerepem Tütüben, Spiccipőben, tehát ez eleve megemeli az előadásnak az izgalmi szintjét, és hát ugye egy komplett tánckar van mögöttem, és én vagyok előttük, tehát ez még egy kis felelősséget tesz rám, de ugyanakkor meg nagy boldogság is. Azt én jól tudom, hogy az etüdök az pedig pont végül is a balett tanulás történetét meséli el? Valahogy így tudnám leírni. Szerintem ezt egy ilyen stilizált kereteken belül mutatja be az etüd. Nem konkrétan így kell elképzelni a balett tanulást és a mi mindennapjainkat. Ez inkább egy ilyen színházi képet ad arról, hogy hogyan is néz ki egy balettóra, vagy hogyan is néz ki ennek az egésznek a felépítése. Azt viszont tudni kell, hogy mind a két darab nagyon nehéz, nagyon magas technikai szintet igényel. Mind a kettő hatalmas kihívás volt. Az etüdöt már az elmúlt pár évben játszotta az együttes, tehát abban nagyobb gyakorlata van. De a Team and Variation az most idén egy premier, az egy teljesen új darabunk. Az is új kihívásokat állított elénk, és ez a kettő
összeállítás, tehát ez az este, hogy a Team and Variation és az etüdök egyszerre menjen. Ilyet úgy tudom, hogy még nem született a világban, úgyhogy ebben elsők vagyunk. És esetleg külföldön vagy Magyarországon vidéken láthatják ezeket a darabokat a nézők? Megmondom őszintén, nem tudom, hogy lennének ilyen tervek. Nem tartom valószínűnek. Ez nem egy nehezen költöztethető darab, tehát ez egy jó turné darab. Ugye vannak a nagy díszletes, nagy zenekaros, nehezen költöztethető és nehezen turnéztatható darabok. Ez nem tartozik közéjük, azonban van ennek egy kritikus része, az, hogy a padlónak milyen minősége van. Aha. Igen, mert, ez nagyon fontos. Igen, mert hogyha nem megfelelő puhaságú a padló, akkor az nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Úgyhogy hál' Istennek a műpában jó minőségű a padló, meg azokon a színpadokon, amikkel most mi gyakorolunk és táncolunk, azokon jó minőségű a padló. De ez nem biztos, hogy egy vidéki színházban garantált. Ha már ezt itt szóba hoztátok, akkor mi a leggyakoribb sérülés mondjuk egy balettáncos életében? Ízületek, bokatért, csípő, ugye az idősebb generáció, elmondhatjuk akár róla, hogy a csípőprotézis egy igen, egy gyakori, igen, egy gyakori eset. Szép kilátásotok van. Igen. Szerintem az nagyon fontos, hogy az ember vigyázzon a testére, mindig melegítsen be rendesen, és mindig adja meg neki a szükséges kezelést. Na hát nem tudjuk, hogy jegyeket lehet-e még venni, de hogyha igen, akkor téged, többek közt téged, akkor ma este nézhetnek meg a műpában. És akkor Magyar Nemzeti Táncszínház szervezésében. Magyar Nemzeti Balett, igen. Igen. És akkor a műpában. Műpában. Este 7. Köszönjük nagyon szépen, sok sikert. Nagyon köszönjük. Érdekezés, láptörést az itt. Köszönjük. Köszönjük.